Jó reggelt, ébresztő! Na, ez az a mondat, amit nem akarsz reggelente hallani. De én most elárulom neked a friss ébredés titkát. Szia! Ez a Napfényes Gyógyközpont YouTube csatornája, és ma arról fogok neked beszélni, hogy hogyan lehet könnyen felébredni. Vannak azok a reggelek, amikor csörög az óra, te azt kívánod, hogy bárcsak egy másik nap lenne, vagy bárcsak még visszaalhatnál, de föl kell kelni, ki kell bánszorognunk az ágyból, és hogyan is lehet könnyebbé tenni ezeket a reggeleket, erről fogok ma beszélni. Amikor egy ilyen reggel van, és kitántorogsz a konyhába, és felrakod a vizet forni, hogy főzzél egy teát, vagy egy kávét magadnak, akkor ehelyett inkább azt a vizet töltsd bele egy nagy pohárba, és kezd így a napodat reggel. Nézd csak! Figyeld meg egy nagy pohár vizet! A víz fontosságáról már beszéltem nektek eddig is, de most újra szeretném felhívni a figyelmet, hogy mennyire fontos dolog a szervezetünk számára a víz, a tiszta, éltető víz. A víz a tested számára nélkülözhetetlen, olyan, mint egy energiabomba. Ezzel szemben a kávé vagy a fekete tea nagyon sok folyadékot elvon a testedből, terheli a veséket, és ezáltal hosszú távon energiahiányhoz vezet. Ugye a rövid távon valóban az történik, hogy energiát kapunk, és felébredünk, energetizálódunk, de ez az energiaszint nagyon hamar lecsökken, és aztán újra szükséged lesz egy teára vagy egy kávéra. Ezzel szemben a víznek olyan hatása van, ami hosszú távon érvényesül, fölfrissít téged, oxigént kezd el szállítani a testedbe, beindítja az emésztést, feltölti a sejteket energiával, szóval beindítja a napodat gyakorlatilag. Úgyhogy mindenképpen reggel legalább 3-4 deci vízzel kezd a napodat. Ha valaki nehezen van a víz ízével reggel, vagyunk néha így, akkor egy pár csepp friss citromnak a levét, vagy egy mentalevelet is beledobhatsz, és akkor így tudod inni, annak már egy picit más hatása van, de még így is egy nagyon jó frissítő erővel hat a nap folyamán. Ha esetleg már jönnek a hidegebb napok, és jön a tél, és nehéz kikelni a meleg ágyból, és nem esne jól hideg vizet innod, akkor egy picit csak langyosítsd meg, és akkor már egyből könnyebben fog csúszni. Ha megittad a vizet, akkor egy kicsit ébresszük fel a fejedet is. A következő gyakorlat vért és oxigént juttat a feji részbe, ugyanis a fejünket egész nap használjuk, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy felébredjen ez a testrészünk. A gyakorlat nagyon egyszerű, vagy az újbegyekkel, vagy az öklöddel elkezded finoman kopogtatni a fejet, végig előről hátrafelé, középvonalon át, majd oldalt is, végig kopogtatod, mint hogyha fel akarnád ébreszteni ezt a testrészedet, vagy bekopogtatnál, hogy háló, háló, jó reggelt, van-e már ébren itt valaki. Ez a gyakorlat nem csak felébreszti a fejet, hanem mivel vérbőséget okoz a bőrben, a felületi részen, ezért a hajhagymákra is nagyon jótékony hatással van. Ha pedig egy ilyen módon felébresztettük a fejünket, akkor mutatok egy gyakorlatot, amivel azt a szervünket tudjuk aktivizálni, ami az életenergiánkhoz, az életösztönünkhöz, és a kihívásokhoz való hozzáállásainkhoz is kapcsolódik. Ez pedig a vessénk. Ugye említettem már a mai nap folyamán, hogy mennyire fontos a víz, nem csak az emésztőrendszerünknek, nem csak az idegrendszerünknek, hanem a vessénknek is. A vízháztartásunkért a vese felelős, hogyha a vessénk nem jól működik, akkor fáradékonyabbak leszünk, életuntabbak leszünk, olyanok leszünk, mint egy aszalt szilva. Úgyhogy amikor a vessénket aktivizáljuk, akkor az bátorságot ad, a kihívásokhoz való hozzáállásunkat aktivizálja, az élet egy kaland lesz, hogyha valakinek jól működik a veséje. Így hát ez a reggeli fölkelésben is egy nagyon fontos, illetve az élethez való hozzáállásunkban is nagyon fontos, hogy jól működjön ez a szervünk. Ez szintén egy kopogtatós gyakorlat lesz,
fogod a két öklöddel, egy középerős kopogtatással körbe kopogtatod a veséknek a tájékát. Maga a kopogtatás vérbőséget okoz a vesékben, aktivizálja őket, és egy nagyobb teljesítményre serkenti. Ezeket a gyakorlatokat a Dewey rendszeréből hoztam neked, ami egy meridián erősítő, nyirok rendszer erősítő, mirigy rendszer erősítő, öngyógyító gyakorlatsor, amit bárki egyszerűen megtanulhat, és bármikor a nap folyamán elvégezhet. Ha érdekeltiteket bővebben a Dewey-n, akkor írjátok meg, és akkor egy másik videóban szívesen beszélek nektek róla. Próbáld ki ezeket a gyakorlatokat, és nézd meg, hogy hosszabb távon milyen hatásuk van rád. Ha szeretnél leszokni a kávéról vagy a teáról, akkor adj magadnak egy kicsi időt, mert a szervezetnek időre van szüksége, hogy átálljon egyik rendszerről a másikra. Ha esetleg a nap folyamán rád jön egy holdpont, akkor ezeket a gyakorlatokat ugyanúgy megcsinálhatod. A víznek mindenképpen van egy frissítő, jótékony, energetizáló hatása, úgyhogy ezt mindenképpen tudom ajánlani. Köszönöm szépen a figyelmed, és friss, üde reggeleket kívánok. Szia! Ha tetszett a videó, iratkozz fel YouTube csatornánkra, lájkold, oszd meg ismerőseiddel, barátaiddal, és írd meg kérdéseidet, tapasztalataidat, hogy lássuk, miről szeretnél tőlünk hallani. Weboldalunkon is találsz rengeteg hasznos információt az egészség megőrzéséről. Várunk szeretettel a Napfényes Gyógyközpontban!